Újabb köztéri alkotással tisztelek Füzesabony 1956 emléke előtt. A Füzesabonyi Civil Kerekasztal Alapítvány nyertes pályázatának köszönhetően áprilisra elkészül a KEZEK 1956-os emlékoszlop, mely a Teleki Blanka Általános Iskola melletti téren kap majd helyet. Újabb köztéri alkotással tisztelek Füzesabony 1956 emléke előtt. A Füzesabonyi Civil Kerekasztal Alapítvány nyertes pályázatának köszönhetően áprilisra elkészül Széri Varga Géza szobrászművész alkotása, a KEZEK 1956-os emlékoszlop, mely a Teleki Blanka Általános Iskola melletti téren kap majd helyet. 56-os emlékművet nagyon sokfélét lehet készíteni, és készül is nagyon sok. Szerencsére most a 21. században már elég elengedhetjük a fantáziánkat. Úgyhogy én is elengedtem a fantáziámat akkor, amikor 4-5 tervet adtam be a megrendelő kérésére, és abból ezt választották ki, aminek az ötlete úgy született, hogy egy iskola melletti térről beszélünk, és az adott nekem egy ilyen kis inspirációt, hogy megpróbálnék valami olyasmi emlékművet csinálni, aminek nagyon direkt, nagyon erős érzelmi tartalmi kötődése van azokhoz a gyerekekhez is, ahhoz az élettérhez, akik ott élnek, és ott mint nap láthatják a szobrot. Csütörtök délután Széri Varga Géza már hozzá is kezdett a 230 cm magas műalkotás elkészítéséhez, melynek része egy 160 cm magas, 40 cm széles oszloptörzs bronzborítással. Az ötvözeten helyet kapnak kézzelnyomatok, melyekhez füzesabonyak adják a kezüket. Az első nap a helyi középiskola diákjai segítkeztek. Hány kéznyom fogja alkotni a köztéri szobrot? Hát az oszlop az összességében 2 méter 30 centi magas, és ennek van egy 1 méter 60 centi magas oszlop törzse, egy 40 centi szélességben, és ez egy akkora terület, hogy olyan nagyon durván, olyan 80 kéz fog rajta szerepelni. Hát ez a mintakészítés, ez egy nagyon szép dolog, egy szobrász számára egy érdekes, pláne, hogyha így egy ilyen nagyon érdekes dolognak készülünk neki. Ez úgy fog elkészülni, hogy kellenek hozzá a vállalkozó személyek, ők nagyrészt diákok lesznek, illetve egy-két felnőtt, aki részt vesz ebbe a projektbe, és én hoztam gipszet, megkeverem a gipszet, kiöntök egy kis puha gipszet, és mivel az puha, abba bele lehet nyomni a kezét, és tartani kell egy néhány percig, addig, amíg megdermed, megköt a gipsz, utána levesszük, és már is megszületett a kéznyomat a negatív forma. Igen, úgy, hogy azért ráférni. Kimehet elég jól a szélére, tehát hogyha ez így jól esik, az erős terpesztés. Kicsit feljebb így a kezet, és hogy lehetőleg az egész tenyér, tehát mindegyik része menjen. Ezek a gipsz minták segítik majd a bronzöntést, valamint az emlékoszlop tetején helyet kap még egy fehér mészkőből kiforagott 1956-os évszám.